Tehát eljutottak Derbébe és Listrába, és volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának a fia. Őről a jó bizonyságot tettek Listrában és Ikóniumban is az atyafiak. Pál őt magával akarta vinni, ezért körülmetélte őt a zsidókért, akik azokon a helyeken voltak, mert ismerték mindannyian az ő atyát, hogy az görög volt. Amikor van? Te mondjad, gondolom, ugyanaz. Nem. Először mondta. Teljesen szüper. Na jó, megnyitom a jegyzetemet. Igazából nekem az egész rész, és majd szépen lassan bontakozik ki, de Pálról egy ilyen jellemrajz. Tehát, hogy annyiféle szegmensében meglátjuk, hogy Pál hogyan, miként viselkedik, és annyira szerintem példaértékű. És ez az egy dolog, hogy azt mondja, tekintette volt a zsidókra. Tehát neki volt egy igazsága, megismert egy igazságot, hogy a körülmetélkedés által nekünk, tehát se jobb, se rosszabb, tehát az már ugye semmit nem jelent a mi üdvösségünk szempontjából. És annak ellenére, hogy ő ebben az igazságban teljesen meg volt gyökerezve, tudta, hogy nem üdvösségkérdés, sőt, hát ez egy törvény által előírt cselekedet, de annak ellenére odébb tette az ő igazságát, és mert hogy rosszabb nyilván nem lesz tőle neki, tehát, mert ha ártott volna valamit is a körülmetélkedés, hát jó, én könnyen beszélek. Belegondoltam Lacikba. Jó, hát 8 napon túl gyógyuló, vagy nem? Az van 2 hét is. A lényeg az, hogy túl tudott rajta jutni, félretette a saját igazságát. Egy picit ahhoz hasonlítanám, hogy a hitben erőtlenek. Ugye ez, hát a zsidók nem tartottak ebben, tehát nem jutottak ebben hitre, és amiatt, hogy egyenes útjuk legyen, akár felük, meg egyáltalán, tehát meg képes volt odébb tenni azt, hogy ő ebben már teljesen biztos, hogy erre nem lenne szükség, de miattuk megtette nekem. Ez egy, hát első mondat, vagy első szó, vagy jellemzés, vagy alázat volt benne. Hát nekem ez azért erősen a botrány közeli. Tehát mit ez a Timóteus, ugye ez egy felnőtt férfi volt. Nekem volt szerencsém egy felnőtt férfit, aki egy ilyen döntést hozott látni, az 2 hétig terpeszállásban közlekedett. Egy ilyen körülmetélés, ez nem vicc. Felnőtt korban. És ráadásul a Galata levélben azt mondja, hogy ha körülmetélkedtek, akkor a Krisztus ti nektek semmit nem használ. Tehát itt látszólag egy olyan ellenmondás van, ami a botrány. Mert még a saját magáról dönt így, de hát a Timóteusról. Tehát valaki másról. És a Tituszt, akinek nem zsidók a szülei, azt nem metélte körül, mert hogy az egész tényleg, amit te mondtál, azt szolgálta, hogy Pál a zsidónak zsidó lett, a görögnek görög lett, mindenkinek mindenné lett, hogy megnyerje őket. Tehát ő, aki teljesen nem adta meg magát a törvénynek és harcolt ellene, amikor Jeruzsálembe ment, akkor a tisztulási szertartásonnak alávetette magát, és végigment a tisztulási szertartás, és többek között ezért nem kövezték meg azonnal. Mert ugye az volt a vád, hogy bevitte a Tituszt a jeruzsálemi templomba, és tisztátalanul ment be ő. Mondta a Pál, hogy ne vicceljetek, hát egyrészt megnyilatkoztam, másrészt itt a tisztulásnak a szertartásán mentem végig, úgyhogy nem tudtak ellene semmit mondani. De pontosan az az érdekes, hogy a szeretet, tehát azok iránti szeretet, akik feléjük mentek szolgálni, úgy gondolom, hogy a Timóteus is ebből a szeretetből vetette alá magát azért ennek a kellemetlen tortúrának. Egy zárulás megjegyzés, hogy én még tegnap este úgy morzsoltam ezt az igét, hogy nem tudtam, hogy plusz élet tegyek előjelet elé, vagy negatív. Tehát, hogy ez most hogy van? Tehát ez egy végeredmény, hogy én erre jutottam, hogy ez egy nagyon pozitív dolog volt azért a összességében. Igen, nekem is ez jutott eszembe, amit Feri mondott, hogy mindent megtett azért, hogy megnyerje azokat, amerre mennek. Igen. Görögnek görög és zsidónak zsidó, holott ugye a körülmetélés tényleg, ahogy mondtad Feri, az igazából így ebben a formában már nemhogy nem játszott, és nemhogy nem volt jó, hanem pont ellenkezőleg. Illetve ahogyan én olvasgattam, így néztem jobbról, néztem balról, és mondom, mi a szívünkben vagyunk körülmetélve, mondom, ezt Pál hogy csinálta Timóteussal? Nem úgy. Úgyhogy természetesen nem úgy csinálta, és hát ez hallottan alázatra val, hogy ezt megteszik, és ez egy nagyon jó példa számunkra is, hogy ott fizikailag alávetette magát ennek, és hogy ez ott legyen előttünk, mint egy lámpás, hogy
hogy nekünk ezt már nem kell, de mit meg kell tenni, vagy mit érdemes megtenni azért, hogy azokat megnyerjük, akik nem abba az irányba mennek, amelyik irányba még mi megyünk. Hmm. Ez mindenféleképpen egy nagyon nagy bíztatás számunkra, hogy amikor de meg csakokkal jövünk, akkor nem ez fog engem bátorítani semmiféleképpen, mert Jézus szeretete bátorította őket erre. Tehát nem ettől való félelem, hanem Jézus szeretete fog bátorítani. És ezért ők ezt megtették, hál' Istennek mi már odébb vagyunk, és nem kell így ilyen formában zsidókat megnyerjünk, de az ő szeretetével igen. Na, olvasom tovább, jó? Amíg átmentek a városokon, meghagyták nekik, hogy tartsák meg a rendeléseket, amelyeket végeztek a Jeruzsálem belül levő apostolok és vérek. Tehát azt a rendelés, hogy nem kell körülmetélkedni, hanem amit olvastunk a 15. fejezetben. A gyülekezetek azért erősödtek hitben és gyarapodtak számban naponként. Eljárták pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiába, tehát ne hirdessék. Misia felé mentek, igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a Szentlélek. Áthaladtak azért Misián és lementek Troásba. És azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, kérte őt, és ezt mondta, gyere által Macedóniába, és legyél segítségül nekünk. Mihelyett pedig ezt a látást látta, azonnal igyekezett elmenni Macedóniába, megértve, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Na, itt meg szeretnék állni. Mert nekem igazából ez a két dolog, hogy eltiltattak a Szentlélektől, és nem eresztette őket a Szentlélek. Hát itt teljesen úgy tűnik, hogy a Szentlélek nagyon erőteljesen, mondhatni drasztikusan, eltiltotta és nem eresztette, beavatkozott abba, hogy mi történjen. És én, amiről szeretnék, hogyha beszélgetnénk egy kicsit, vagy beszélnénk egy kicsit, a Szentléleknek a vezetése, hogy is van ez. Tehát a Pál, vagy a Pálék, itt ezek az apostolok, ezek egy olyan kapcsolatban voltak a Szentlélekkel, hogy a Szentlélek valamilyen módon erre engedte, arra nem engedte, vezette, irányította, kormányozta őket, és hát úgy gondolom, hogy ez példaértékű. És hát én egy pár dolgot itt ezzel a Szentlélek vezetésével kapcsolatosan el szeretnék mondani, mert ezen úgy gondolkodtam, hogy is van. Hogy egyrészt ők valószínűleg, sőt egész biztosan szellemtudatú emberek voltak. Tehát olyan emberek voltak, akik tisztában voltak azzal, hogy nem a maguk erejére támaszkodhatnak, hanem a Szentlélekre. De nem csak ezzel voltak tisztában, hanem tisztában voltak azzal is, hogy ők a Szentlélek templomai, hogy Istennek a gyermekei, hogy új teremtések, és hogy az Isten szelleme azért jött, mert ugye így van megjövő Róma 8-ban, hogy az Istennek a fiai azok, akiket az Isten szelleme vezet. Amen. Tehát ők, mint Isten fiai, ezzel a várakozással voltak a Szentlélek felé, Szentlélek, te vezess, te vagy a főnök, te kormányozzál, ide ne menjünk, oda menjünk. Tehát volt egy ilyen szellem tudatúságuk. Na most itt előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy itt két szélsőség van az egyházon jelenleg, az egyházban. Az egyik... Mi? Hogy ne menj, vagy mindig menj. Az egyik szélsőség az az, hogy ez a hívő materializmus, hogy igen, keresztények vagyunk, de mi megcsináljuk a magunk programjait, elgondolásait, elhatározzuk, hogy így legyen, ima, dicséret, gyűjtés, és itt tovább kihirdetjük, meg végrehajtjuk a menetrendet, és a Szentlélektől elveszik a vezetést. Ugye szokták így mondani, hogy elvették a vezetést a Szentlélektől. Most ezt úgy értik, hogy de valójában az történik tényleg, hogy elvették. A kormányzást, igen. Ez az egyik, tehát hogy figyelmen kívül hagyják nagyon sokszor a jelenlegi eklézsiában, hogy van egy főnök, a Szentlélek, aki tud szólni, aki tudja irányítani, illetőleg akinek ez a feladata.
Ez a szolgálata a Szentléleknek, ugye Jézus azt mondta róla a János 14-ben, hogy eljön a Szentlélek, a vigasztaló, az igazságnak a szelleme, és majd ő elvezet titeket minden igazságra, sőt, még az elkövetkezendőket is megjelent. Ezt azt mondja, a 16. fejezetben. Tehát ők tisztában voltak azzal, hogy szellem központúak, hogy a Szentlélektől függnek. Na, másik véglet, tehát ez a hívő materializmus az egyik szerintem nagyon nem kívánatos véglet, amiben a felekezeteknek a nagy része ebben van benne. A másik, ugyancsak nem kívánatos véglet, ez a szuperszellemi, karizmatikus, mindent ilyen hisztérikusan és a Szentlélek ürügyén mindent annak nyilvánítanak, hogy na, Szentlélek ezt mondta, csikara hasa, akkor úgy érzi, hogy most a Szentlélek által csikara hasa. Tehát vannak olyan emberek, ismerek is olyat, az a meggyőződésük, hogy bármi, ami eszükbe jut, az a Szentlélektől van. De hát ez így ebben a formában nem igaz. Mi hozzánk, hát most ez teljesen ilyen orvosiló esete, tegnap berontott ide egy hölgy, de egyébként ez hetente megtörténik nálunk, berontott ide egy hölgy, három proféciát hozott be, ez egy komoly felnőtt ember egyébként, látszólag, és ez a három proféciából az egyik az az volt, hogy ma délbe 12-kor csődöt fog mondani az egész magyar bankrendszer, és vegye ki a gyülekezet a pénzét. De ezt már múlt csütörtökön is megcsinálta, és akkor sem mondott csődöt a bankrendszer. De ma sem. Figyeltük azért a híreket, egyedül Tarna Zsadányban volt valami botrány, vagy hol. De mi? De a bankrendszer nem. Tehát vannak az Ekklesiában nem kevesen, akik arra hivatkozva, hogy a Szentlélek vezetését követik, hát egy ilyen extrém sportok kategóriáját csinálnak, és igazából ez a hóbortos saját egójuknak a kiélésére használják fel azt, hogy saját fontosságukat emeljék, hogy ezt mondta az Úr, azt mondta az Úr, és állandóan az Úr nekik mindent mond. Nos, hol van a középút? Szóljatok közben, hogyha gondoljátok. Tehát én semmiféleképpen nem szeretnék lemondani erről a kiváltságról, mint Isten fia, hogy a Szentléleknek a vezetését igényeljem és kérjem. Az 1 Korintus 3.16-ban azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti a Szent Szellemnek a temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakik bennetek, és utána azt is mondja, hogy és ő nálatok lakik, mondja Jánosban pedig, hogy nálatok lakik és bennetek marad. Tehát ez a hit, hogy a Szentlélek bennünk van, hogy a Szentlélek nálunk lakik, bennünk van, és hogy ő vezet minket minden igazságra, és ő juttatja eszünkbe az Úrnak a szavait, ez rendkívül fontos. Tehát nem szabad lemondanunk attól való félelemtől, hogy elmegyünk valami extrémbe, amiatt nem szabad, hogy lemondjunk arról, hogy a Szentlélek használjon, hogy a Szentlélek vezessen, hogy megértsük, hogy amikor itt nekik eltiltotta, meg nem engedte, meg látomást adott a Szentlélek, tehát ő vezette. A Szentléleknek a vezetéséről nem szabad lemondanunk attól való félelemből, hogy félre sikeredik valami. De a Timóteus levélben azt mondja Pál, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk azért, hogy szolgák legyünk, hanem az erőnek, a szeretetnek, a hitnek és a józanságnak a szellemét. Tehát mi nekünk, és azt is mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát nem kell egy hisztérikus frázba lenni, hogy most védettem el a Szentlélek vezetését, és jaj, mi lesz. Mert a Szentlélek nem így működik, és nem így munkálkodik. Tehát attól, hogy félre sikeredik mondjuk egy dal, vagy egy mondat, vagy mi elszúrunk akármit, a Szentlélek nem kap sikító frászt, és rohan ki a teremből és mindenhonnan, mert Jézus azt mondta, hogy nálatok lakik, és bennetek marad. Amen. És segítségére síret a mi gyarlóságunknak. És ő vigasztaló, és pártfogó, és segítő, és parakleitosz. És ő az Isten szeretete, ő általa jelentetett ki, és töltetett ki a mi szívünkbe.
Na nézzük tovább. Jó, lehet egy. Bár, mondjad, igen. Csak ha már ezt a testületileg istentiszteletileg vagy ilyesmit felhoztad, az az a kapcsolatban annyi, hogy de szerintem ezt tudjátok ti is, vagy hát tudjuk mindannyian, de hogy annyira sokfélék vagyunk Isten országában, vannak köztünk művész emberek, vannak köztünk mérnökök, és valószínűleg egy művész ember másképp éli meg a, mondjuk egy istentiszteletnek a szabadságát, mint mondjuk egy mérnök ember másra vágyna. Én már voltam olyan alkalommal is, amikor, vagy nem nálunk, hanem olyan alkalmon, amikor másodpercre pontosan be volt táblázva minden, tehát tudtuk, hogy mikor lesz vége a prédikáció, tudtuk, hogy mikor lép fel a következő dicsőítő blokk, minden meg volt szervezve, és rettenetesen ott volt, tehát nagyon, nagyon érezhetően ott volt az Úr. Voltam már olyan szuperszellemi, karizmatikus eseményen, hogy minden vagy volt, folyt szét, de úgy nagyon nem találtad meg a fogást rajta. Tehát szerintem ez az arany középút, vagy nem arany középút, és szerintem egyébként úgy csináljuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy észszerű istentiszteti rendet, egy ékes rendet tartunk, csak olyan feltétele, hogy át lehessen húzni, mert nyitva hagyjuk a Szent Szelemet. Tehát ez nekem egy nagyon szívemhez nagyon közel álló dolog, amit szerintem mi is csinálunk, hogy bár kiszámíthatóan ott vannak az elemei, de abszolút szabad kezet adunk ebben Istennek. Annál is inkább, mert bár nyilván az igehirdető otthon felkészül, otthon meghallgatja, hogy Isten mit üzen. De mondjuk egy istentiszteleten, ugye ott van az Úr, de ott vagyunk mi is, és nagyon nem mindegy egyébként, hogy éppen akkor mi mennyire vagyunk, vagy hogyan reagálunk dolgokra, és ez igaz, felboríthatja az egész alkalmat akár. Tehát ez rajtunk is, tehát tőlünk is függ, hogy mivé alakulhat egy istentisztelet szerintem, hogy mi mennyire vesszük az adást, mert csak rajtunk múlik igazából, ő ott van teljes melszélességgel, úgyhogy ennyi csak. Nekem... Ez egy kicsit hangosabban jó, mint az el, én? Jó, igen. Megpróbálok. Nekem így itt a vezetésről jut eszembe egy-két gondolat, illetve azzal kapcsolatban, hogy amikor Jézus itt volt testben, akkor igazából ő a kereszt utáni időszakról beszélt folyamatosan, és arról, hogy eljön a Szent Szellemnek a korszaka. Mm-hmm. És azt mutatta be, hogy hogyan tudunk mi tulajdonképpen itt cselekedni, ő volt a példa. Ő volt testben a Szent Szellem. Ő mutatta meg a hogyant. Ő szabadította fel az emberiséget, ő szabadította fel a világot, azáltal, hogy amennyire lehetetlen és nehéz volt előtte, és minden nehézé lettéve, annyira lesz ez egyszerű később, hogyha azt követjük, azt a példát, amit ő mutatott be nekünk. És ő ugye víz és Szent Szellem által keresztelkedett, és utána elindult. És utána az volt mondva, hogy ő sose tett semmi más, mint amit az atyától látott. Ami azt jelenti, hogy néha ülünk, néha megyünk. Ugye ez egy folyamatos tanulás, és itt ennek egy nagyon jó példája volt nekem az újjászületésem óta. Előtte tulajdonképpen most rájöttem, hogy vagy 6-7-8 évig én tűzben égtem Jézusért. De az újjászületésem után történt meg az, hogy a Szent Szellemre kezdtem figyelni, illetve ők... elkezdtem észrevenni, hogy van itt valaki, aki vezetne. Előtte nem volt ez, előtte volt egy nagy szeretet, és az nem is, az jó és szép, a mennybe fogunk jutni. De ő megmutatta, hogy hogyan élünk, és hogyan tudunk működni már itt a Földön természet fölötti módon. És ez az, ami itt bemutatkozik. Itt az mutatkozik be, hogy tulajdonképpen látom azt, hogy itt vannak ketten, hogyha van egy kisebb közösség, elmegyünk mondjuk imádkozni, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy jó azt megbeszélni, hogy ki volt oda hívva, ki az, aki erősít, hogyha erősít, ki az, aki viszont oda lett hívva, vagy oda lett hívva mondjuk egy álom után, vagy egy látomás után, hogy imádkozzon, és azt jó eldönteni, hogy ki az, aki vezetés alatt van, mert az, hogyha mindenki kapja a Szent Szellemet, akkor lehet, hogy szétszaladunk. Tehát itt azt lehetett látni, hogy Pálnak volt látomása, Timóteus meg ment vele. Ezt is látom itt. De a legfontosabb az, hogy itt azt mutatta, hogy igenis természet fölötti módon, mert a mennyből működünk, mi természet fölötti módon tudunk csak létezni, és tudjuk tenni a dolgunkat. És ez jöhet akár egy istentisztelet, nem is akár, hanem akar jönni istentisztelet alatt is, oda valóban kell egy bölcsesség, biztos. De azt én is tapasztaltam már, hogy ebbe az időszakban van úgy, hogy nagyon sokat mentem ez alatt a két év alatt, van úgy, hogy megülök. És volt olyan időszak, amikor frusztrált voltam, hogy mi van Uram? Mi van most, akkor nincsen rám szükség? De nem, megtanultam azt, hogy nem kárhoztathatom magam, mert itt Pál nem kárhoztatta magát, hogy kellett csinálni egy kurflit, hanem Jézus azt mondta, hogy én sose tettem más, mint amit az atyától láttam. Tehát az nekünk a példánk, akkor nem megyünk mellé. Ha megtanuljuk őt látni, akkor azt szoktam mondani, akkor nem megyünk habokra.
akkor biztos, hogy minden ül, elő van készítve minden, és, szükség, és te fogod fölvenni a kapcsolatot ott abban a pillanatban azzal, aki elő van készítve. És itt is azt lehetett látni, hogy egy darabig vártak, akkor mentek, kikerülték az egyik országot, és ami utána fontos még, hogy nem szabad megijednünk a természet fölöttitől. Azt látom, hogy természet fölötti ez az egész. Azért a feltámadás is egy elég természet fölötti dolog. És nem is tilthatjuk ki a természet fölött, itt az evangélium, mert maga az evangélium természet fölött. Így van, és itt is ugye, és az a nagyszerű, amit elmondtál példát, az jön belőle, hogy beengedtétek azt, aki már a múlt héten mellé nyúlt. Hát, bejött. És, de itt azt látom, hogy sose lehet tudni. Voltak olyan proféciák, amikor mit tudom én, írni, olvasni nem tudó ember két papírt. És aztán utána idegen nyelven leírta ugye a proféciát, és adatta az embereknek. Én azt veszem észre, hogy az Úr azt kérdezi, hogy hiszel-e bennem? Minden látható ellenére. Abba hiszel, vagy lehet, hogy ez az? És ott kellenek olyan emberek, akik ezt meg tudják vizsgálni. Arra kell inkább fölkészüljünk, hogy meg tudjuk vizsgálni, nem az, hogy elítéljük. Hiszen itt ugye mibe kapta? Látomásból. Ma valakire azt mondják, hogy látomásból kaptam ezt, hogy hát azért, testvér, azért óvatosan. Nem. Az a helyzet, ez a mi világunk. És nem baj, hogy a 2000 év után visszalépünk ebbe. Nem óvatosan, hanem józanul. Józanul, persze. Akármit is jelent az. Ő. Hát olyan értelemben, ugye arra, tehát itt igazából az nem kérdés, hogy igényeljük a Szentléleknek a vezetését, és a Szentlélek természet fölötti módon vezet, de a Szentlélek úgy vezet, hogy az összhangban legyen, tehát egy nagyon, nagyon konkrétan le vannak írva az igében olyan dolgok, aminek alapján mi meg tudjuk vizsgálni azt, hogy egy profécia, vagy egy kijelentés, vagy egy vezetése, egy vezetés az Szentlélektől van, az én lelkemből jött ki, mert még nagyon nagy az ego, mondjuk, vagy van egy kívánságom, és a Szentlélek olyan mértékben ráfogjuk esetleg a Szentlélekre, vagy hát van olyan, hogy démonok küldözgetik az embereket jobbra-balra, ismerek ilyet, jobbra-balra mennek azzal, hogy így az Úr, meg úgy az Úr, és addig, míg föl nem darálják azt az embert. Ismerek ilyen eseteket. Hát, profécia, az első profécia, amit én kaptam fiatal keresztény koromban, az kiállt egy gyülekezet elé egy amerikai testvér, és közölte így nekem, hogy az Úr feleséget fog adni nekem. Az egész gyülekezet előtt. A probléma csak annyi volt, hogy már volt feleségem, meg két gyerekem. Értitek, ez volt az első profécia, voltam... Elkésett. Tehát én akkor két vagy három hetes keresztény voltam, hát tényleg csak az Úr kegyelme volt, hogy nem botránkoztam meg azon, hogy hova kerültem. Érted? Tehát azért az írás azt mondja, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. De a másik oldalról ez egy szkepticizmust hívott elő, ami minden gyanús, ami természet fölötti, és ez is egy véglet, amitől én szintén úgy gondolom, hogy őrizkednünk kell. De ezért jó erről beszélni, mert az ember úgy helyre tudja saját magában is teszegetni ezeket a dolgokat. Egyetlen fél mondatot. Csak rád reflektáltam, de eszembe jutott, hogy tegnap ez nekem szemet szúrt, a 10-es vers, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük. Tehát először volt a kijelentés, utána volt az engedelmesség, és csak utána értették meg. Tehát anélkül, hogy ők ezt értették volna, hogy miért mennek jobbra balra, megtették, aztán később meg is értették. Igen. Ez nagyon jó pont. Ez nagyon jó pont, mert tényleg ezt akarja az Úr, hogy gyereki módon valaki szól a túloldalról, gyerekeknek nem kell mondani, valaki kiabál, nem gondolkozik, fut. És az elme sokszor útjában van annak, ha van egy kijelentésünk, és tényleg volt egy engedelmesség, hogy lép ki a vízre. Oké, nem nézed, hogy vizes, sűje, nem. Ő mondta, megyek. Nem is kell rajta gondolkozni, mert az elme az útjában van a túl nagy tudományosság, amit összeszedtünk a szocializáltságunk során. Ezt meg kell tanulni, útjában lehet. Útjában lehet. És a másik meg az, hogy ami még előttem van, hogy akkor, amikor, ez nem tudom konkrétan, hogy ugye hányban történt, amikor ők Filippibe mentek,
de nem sok minden volt addig leírva. Sőt, egybe, és mindig azt nézem, tehát Jézus után egybe, ötbe, és hatba se, és hétbe se. Tehát nyilvánvalóan ugye mentek házról házra, és amikor történtek dolgok, azt a Szent Szellem maradt csak idézőjelbe, tehát kénytelenek voltak ráhangolódni, amikor léptek. Tehát szükséges, és kell, de nagyon fontos, hogy ez íródik tovább, és pláne az abcsel megy tovább, hogy nekünk azért elsődlegesen a mennyből van az információnk. Ahhoz, hogy mi élő kapcsolatba tudjunk létezni és tenni a dolgainkat, hiszen a tudománybeszéde, de bármi is, ez onnan jön. Ezt mi nem tudhatjuk. Ő lát előre, hátra, jobbra és balra. Ő mondja meg azt, hogy hova menjünk el, ki beteg, fölhívsz valakit, nincsen valami gondod, imádkozhatok érte, honnan tudod? Jó. Én néhány dolgot a Szentlélekről mondanék, amiket itt a János 14-ben azt mondja a 16-17. Vers, hogy én kérem az atyát, és más vigasztalót, tehát hogy a Szentlélek mit csinál, tehát hogy miről ismerhetjük meg, hogy ő az. Kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez nagyon fontos, hogy velünk marad mindörökké. Ezért fogunk egyébként feltámadni. Ezért vagyunk új teremtések, mert bennünk van, és velünk van mindörökké. Az igazságnak a szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Mindörökké. Ezért vagyunk Isten fiai. Így van. Kavikám, benned lakik. Hát ezen gondolkodj, ne a Nátán. Ezen gondolkodjunk, hogy ő az Isten bennünk lakik. Aztán a 26. vers, ugyancsak a János 14-ben, ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mind azokat, amiket mondtam nektek. Tehát a rendkívül fontos dolog az, és szerintem ez az egyik legfontosabb mérő módszere annak, hogy egy kijelentés vajon az Úrtól van vagy sem, hogy a Szentlélek Jézusról tesz bizonyságot, és az Isten igéjét juttatja az eszünkbe. A Szentlélek nem megy szembe az Isten igéjével. A Szentlélek nem fogja azt mondani, hogy paráználkodj és lopjál, és öljél. Nem csinál ilyet. Nem vezet szembe azzal, ami az Isten igéjébe van. Én hallottam olyat, az Isten bocsássa meg, keresztény vezetőtől úgy állt ki, hogy ez az, amit most mondani fogok, ez nem egyezik meg az Isten igéjével, de azt mondja az Úr. Hát legszívesebben hozzávágtam volna valamit. Komolyan? Hát mondom, hogy lehet ilyet csinálni? Tehát az ige, a teljes írás az a Szentlélektől, az Istentől ihletett. Tehát ő nem fog olyat mondani, ami saját magának ellent mondana. Hát ez egy rendkívül fontos alap. No, aztán a 15. fejezetben azt mondja, 26. versben, mikor eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak a szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd rólam bizonyságot. És a 16-14-ben pedig azt mondja, 16-13-tól olvasom, mikor eljön az igazságnak a szelleme, ő elvezet majd titeket minden igazságra. Elvezet minket minden igazságra. Mert nem magától szól, tehát nem kitalálja a dolgokat, hanem azokat szólja, amiket hall. Mennyei információ. És a bekövetkezendőket, tehát a jövőről is tudósít nektek. És ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz és megjelenti nektek. A Szentlélek Jézus dicsőíti. Amikor Jézus helyére bárki betolul, és valaki festi magát valami különleges nagy emberként ott tolakszik, nekem mindig a óvatosság, meg a gyanakvás, meg a szkepticizmus, meg minden előjön, amikor az ő minisztrie, meg az ő szolgálata, meg az ő meg tudom micsodája. Pál azt mondja, hogy mindenkinél többet cselekedtem, az összes apostoloknál. De azt mondja, nem én, hanem az Istennek rajtam levő kegyelme,
az Istennek a rajtam levő szelleme által. A Pál tudta, hogy amikor erőtlen, akkor erős. És ez volt, ez egy nagyon nagy kulcs. Tehát ahhoz, hogy megítélessük az Isten igével való, tehát nagyon fontos, hogy ha valaki a Szentlélekkel akar járni, ismernie kell az igét. Olyan nincs, hogy van csecsemőkorban, hogy hát én is olyan dolgokat mondtam egyhetes keresztényként, hogy Bibliából idéztem olyan részeket, amiket életemben nem olvastam. Jött ki belőlem. Hát egyszerűen van ilyen. De ez nem okozta azt, hogy utána ne olvassam el, és most már azért tudom valamelyest az elmúlt idők során, hogy és ez nem baj. Tehát a tudomány, az értelem, a bölcsesség nem ellentétes a Szentlélekkel, hiszen őnála van a tudomány, az értelem és a bölcsesség és a józanság, hanem ő ezt nagyon is tudja használni. Aztán kit a saját elhívásában, van, aki inkább érzelmi beállítottságú, őt úgy használja, van, aki intuitívabb, azt úgy használja, van, aki mérnökember, ugye, tiszteltem tanár úr, azt úgy használja, de mindegyiknek a megfelelő módon. És gyönyörködik benne az Isten, hogy mi sokfélék vagyunk. De egy biztos, az igéről tesz bizonyságot, és Jézus dicsőíti. Ezek nagyon fontos elemek. Semmi. És tehet olyan kijelentéseket is, amit, mint például ugye Péternél, amikor Péter törölt, hogy ugye lejött egy lepedőbe ugye a világ összes állata, és akkor ő mondta, hogy nem eszem, de igen. És ugye, ugye Jézus nem beszélt erről előtte, és újként kapták, ez arra világít rá nekem, hogy a Szent Szellem az újakat mutat és mutathat meg nekünk a későbbiekben, még mostantól is arra felé. Hogy a Péternek, tehát akkora szabadságot adott és tett, persze vele kell egy közösségbe lenni, de utána megtörténhet az, amit, ahogyan Jézus is kapott újakat és beszélt, úgy mi is kaphatunk újakat, amelyik egyezik. Tehát ott ő fölülírt valamit, és azt mutatja be, hogy ténylegesen a Szent Szellem, aki nagyobb, aki majd párt fog titeket, aki elvezet minden igazságra, lett lészen újakra, hiszen a mennyből folyamatos a műsor, hogy így mondjam, és Péter kapott egy teljesen újat. Aztán kapott még egy újat, hogy nincsenek dogmák, hogy lehet fordítva is, ugye nem vízkeresztség, Szent Szellem keresztség. És azt nem mondta el senki se neki, és utána ugye persze ezt megvizsgálták, és elmondta. De újat kapott, és mi is kaphatunk újakat. Illetőleg ezek olyan újak, hogy az akkori világossághoz képest, tehát a Péteréknek az volt a világosságuk, nem értették az Isten igéjét, hogy az Isten ki fogja a pogányokra terjeszteni az üdvösséget. És a Péter ilyen szempontból neki volt új, az Istennél nem volt ez új. Hát a Péternek a megértésében. Én nekem például... Az evés. Az evésre is gondoltam, ugye arra elsősorban, hogy... Hát az, hogy menjen a Kornéliuszékhoz el, és a római százados nem lesz tisztátalan. Mert amit Isten megtisztított, az tiszta. Meg az, hogy őj és egyél. Azt is ott kapta. Az álomba. A látomásba. Igen, de ez... Ott kapta, és ott is pörölt, hogy hát ő nem eszi meg. Hát azért, mert tisztátalan volt. Így van. És erre mondta az Isten, kapta. Hogy amit őt megtisztított, azt nem mondja tisztátalan. Így van. De ez arra vonatkozott, hogy rákészítette őt a pogányokra. Hát, hogy a pogányokat tisztította meg, hát az Istent az állatok annyira nem izgatták. Meg az evésre is. Hát, hogy az új szövetségben már a tisztátalan ilyen módon nincs jelen. Igen. De nem ez volt itt a... Na és el szeretnék mondani, hogy ez nagyon érdekes. Én régen nagyon dogmatikusan gondolkodtam mondjuk a római katolikus egyház meg a testvérek felől, ma is egyébként. A tekintetben, hogy egy csomó minden a bálványimádásnak a legkülönbözőbb fajtája, amit folytatnak a Mária imádástól, az ostya imádásán át, az oltári szentség imádása, súlyos bálványimádás a Biblia alapján. És nekem például mindig botrány volt az, meg nem értettem, hogy az Isten hogy töltheti ki ezekre az emberekre a Szent Lelket. Holott, hát tele vannak mindenféle undoksággal. Míg nem aztán ezelőtt jó néhány évvel, hát elhívtak egy
esztergomi katolikus közösségbe, és hát elmentem. És képzeljétek, körbe szobrok. És egy ilyen kápolnában kellett ott prédikálni. És hát én úgy voltam vele, hogy ússzuk meg, én elmondom a bizonságomat, az újjászületésemet, stb. Húzzunk innen, mint a vadlibák. El is mondtam, és egyszer csak befejeztem, és akkor persze kihegyeztem az újjászületéssel, gondoltam, menjünk innen, mert ez egy csúnya hely. Szól nekem a Szentlélek, hogy hívd ki a megtérőket. És na most ez is olyan, hogy például a Szentlélek szólhat egy belső hangként, szólhat úgy, hogy szinte hallja az ember, és szólhat úgy, hogy fizikálisan is hallja az ember. Tehát vannak ilyenek, itt le van írva, hogy a Péternek ott a Jaffóban a Simon Tímár házának a tetején ott szólt, hogy menj, hallgass rájuk, menj el, mert én küldtem őket. Tehát ott az egyértelműen szólt a Szentlélek. Na szólt nekem, hogy hívjam ki a megtérőket. Kihívtam. Ezek fiatal srácok voltak. Kijöttek, vagy 8-an. A katolikusok. Na, és akkor hát imádkoztam értük, meg ott ráadásul képzeljétek két ferences szerzetessel. Akik újjászületettek, ugye? Én voltam a harmadik ferences, igen. És ahogy imádkozunk értük, rájuk tál a Szentlélek, és elkezdenek, betöltekeznek az új megtérők Szentlélekkel, és elkezdenek nyelveken szólni. Érted? Azt se tudták, hogy miről van szó. És közben elkezdenek kimenni belőlük gonosz szellemek, és elkezdenek szabadulni. És azon a helyen, ott erről még sose beszéltek. Úgyhogy meg kellett állni, és el kellett magyarázni a Márk 1-ből, hogy van ilyen, hogy amikor megrázza őt a gonosz szellem, és kimegy belőlük. És hát nagyon elgondolkodtatott. Tényleg nagyon elgondolkodtatott, és tudjátok, ez már 10 éve volt, és azóta gondolkodtam rajta, hogy miért, meg hogy, meg egyáltalán. Nem értem, hát uram, hát ezekre kitöltött. Meg olyan gazember keresztény vezetők vannak. Isten bocsásson meg nekik. És velük, és az ő szolgálatuk, meg gyülekezetükre is kitölti Isten a Szent Szellemét. Hát hogy van ez, uram? Nem gondolkodtál még ezen? Én igen. Mi? Hogy nincs gazember? Hát vannak azért olyan helyek. Reméljük. De, nem, de tudod, mire jöttem rá? És most jöttem rá egy-két hete. Hogy nem azért, mert az oltári szentséggel az Isten közösséget vállal. Nem azért. Hanem azért, meg a bálványimádással, meg a csibészkedéssel. Hanem azért, mert Isten ennyire szereti az embert. Így van. Nem azért, hanem annak ellenére. Minden rést kihasznál a Szentlélek, hogy az Isten szeretetével megbombázza az embert. Hogy megmutassa neki Jézust. Mert az Isten szereti az embereket, független attól, hogy hol vannak, hogy mi van, hogy hogyan. És ha van egy rés, és elkezdik imádni Jézust, akkor nem érdekli az Istent, hogy az előbb még ott a Mária előtt hasaltak, oda is kitölti a szellemét, és kihozza őket. Mert az Isten maga a szeretet. Na most ez... Még most is ízlelgetem, hogy hogy is van ez, és ez nem azt jelenti, hogy én bármilyen módon toleráns lennék a magam életében, a tekintetben, hogy én nem fogok a Máriához imádkozni, meg az oltári szentséggel se fogok semmiféle kapcsolatot, meg nem térdelek le előtte, meg semmi ilyesmit nem csinálok, mert látom az igéből a világosságom alapján, hogy ez nem helyes. De nem törvékezem, mert nem tudom, hát az Isten nem lehet korlátozni. Ha az Isten őt így akarja kihozni abból a helyzetből, mint hogy engem másképp a materializmusból, meg a mit tudom én miféle dolgaimból. Hát az Isten, értitek, mi nekünk persze. Nem az... Bocsánat. Nem, csak annyi, hogy ez nekem számomra kicsit természetes, mert hiszen, mint ahogy engem is egy katolikus voltam, tehát nem néztem, mindannyian, tehát ez Istentől jön, nem tőlünk, hogy majd, ha megtisztulsz, majd, ha félreteszed, ő látogat meg minket, nem mi keressük őt, nem materialistaként, hanem katolikusként, tehát nem érdekelte tényleg azt, hogy, tehát, mert ő kezdeményez, és mindenki valahonnan jön. Az már más kérdés, hogy aztán egy katolikus mihez kezd ezzel. Igen, aztán meg kell térnie, de erre is a Szentlélek vezeti rá majd. Így van, de tényleg annyi, Isten hogy igények. Nem tesz különbséget bűn és bűn között, süllyedés és süllyedés között, völgy és völgy között, sár és sár között. Hát igen, meg hogy nehogy ugye fölfuvalkodjunk, hogy mi mondjuk azt, hogy ő ilyenebb, meg olyanabb, az feltétlenül fontos. A másik meg az, hogy ha ezt elkezdjük törvény szempontjából nézni,
akár előtte is el voltunk esve, akkor meglátogatott minket. Utána törvény szempontjából sose leszünk képesek teljesen betölteni. Tehát ki az, aki azt mondhatja, hogy egyik felekezet, vagy másik felekezet, vagy ilyen cselekedet, olyan cselekedet, amikor én csak olyat gondolok, ő meg oltárt szentségezik, és esetleg akkor nincsen igazából az Úr szempontjából különbség a kettő között. Én ezért nem mondhatom azt, hogy az én bűnöm az külön bűn, hogyha úgy nézem, mint az övé. És ő azt mondja, hogy enyém az utolsó szó, és én szeretek mindenkit, és nem azt szerint nézem, amit ti láttok, hanem azt szerint nézem, hogy ki volt az én fiam, és mit csinált. És ez a hatalmas szeretete. És ez vonultatott engem is vissza, hogy, és ezt megértettem, hogy én nem tehetem ezt. Én ilyen szempontból, volt egy írás nem régen, valaki közzétette, hogy valahogy hogy is szólt az egyik ilyen közösségi oldalon, nagyon jó volt, hogy miért szólsz meg másokat azért, mert másképp bűnöznek, mint te. Tökéletes, elgondolkodhatod, és leülteti az embert. Hogy vonuljunk vissza egy kicsit, gondolkodjunk el, és tényleg ne ítéljünk, mert akkor ítéltetünk. És ez így szép. Tehát én annyit szeretnék mondani, hogy a Szentlélek, amikor megítéli a világot bűntekintetében, akkor nem az alkoholizmus, a paráznaság, a bálványimádás tekintetében, hanem a bűntekintetében mondja a János evangélium, hogy nem hisznek én így bennem. Van, így van. Ez az egyedüli olyan bűn, ami igazán az összes bűnnek a forrása. Így van. Így van. És a Szentlélek nem kárhoztatni jött. Így van. Hát óriási, értitek? Hát én emlékszem rá, hogy nekem volt olyan időszak, amikor kard ki kard megvívtunk a jehovistákkal, a krisnásokkal, a katolikusokkal, és mindenkivel ilyen teológiai izéket csapkodtunk a Bibliával jobbra-balra. És az Isten még így is megtérésre vezetett és újjászületésre embereket. Valahogy az Isten szeretete még ezen keresztül is betüremkedett. Na de most már egy új világosságot kaptunk, hogy elsősorban az Isten szeretetét kell az emberek felé közvetítenünk, az Istennek az elfogadását, az Istennek a fiában megjelent szeretetet, és utána ez a szeretet, ahogy engem arra vezetett, hogy kidobáljam az összes én bálványaimat, meg téged, meg mindegyikünket arra vezetett, de ez a szeretet az, ami minket meggyőzött, és megtérésre vezetett. Ez számomra hasonló fordulat a gondolkodásmódban, és még ízlelgetem a dolgot, mint ami a Péternél volt a zsidóságtól a pogányok felé, hogy Isten kinyitotta az evangéliumot, igen, az üdvösséget. Igen. Mondom tovább, jó? Tovább is mondom még. Hát ami nekünk fontos, vagy én nekem fontos, és úgy gondolom, hogy fontos nekünk is, ebből az Szentlélek, hogy eltiltotta, meg nem engedte, tehát a Szentlélek vezetéséről, hogy hogyan tudjuk mi meghallani, megérteni azt, hogy a Szentlélek hogyan vezet bennünket. Az első, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy higgyünk abban, hogy ő bennünk van, és akar vezetni. Nem kell rábírni őt, erőlködés, és nem tudom, böjtölés, és könyörgés, meg imádkozás, meg nem tudom, micsoda által, hogy vezessen, hanem egyszerűen kérnünk kell azt, hogy ő vezessen, mert ő ezt akarja. De ez fontos, hogy mi higgyünk. Mi sokszor azért harcolunk, hogy jaj, Uram, vezess már. És annyira harcolunk, annyira erőlködünk, magamról is mondom, hogy nem, már csak saját magunkat halljuk. A rohadt nagy erőlködéstől. Uram, mutasd meg, hogy de azt akarod, amit én akarok. És egy ilyen. Most ezzel szemben a 131. Zsoltár, nagyon szép Zsoltár, az úgy van, hogy Uram, nem fuvalkodott fel a szívem. A szemeim sem látnak magasra. Nem járok nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után. Hanem lecsendesítem és elnémítom a lelkemet, az egót. Így van. És mint az elválasztott, tehát tudjátok milyen az elválasztott, amikor már befejezte a kajálást. Elválasztott gyermek az anyjánál, olyan bennem az én lelkem. Ott fekszik az így, de jól lakott napköz is, vagyis hát egy ilyen csecsemő. És van egy unokám már, az nagyon tudja ezt így. Kiterül és kész, akkor jól lakott. Mint az elválasztott gyermek az anyjánál, olyan bennem az én lelkem.
Tehát egyrészt a lecsendesítése a léleknek, az, hogy ne a magunk ambíciói, ne a magunk akarata, kívánságai, vágyai, gondolatai, indulatai vezessenek, hanem menjünk be, próbáljunk, menjünk be Isten jelenlétébe, ott, az imádásba, csendesedjünk le, és ott ebben a csendességben azt hiszem, hogy nagyon jól meg lehet hallani őt, aki szólni akar. Hozzáteszem, hogy ő a legnagyobb zajban is képes szólni. És a legnagyobb zűrzavarban is képes szólni. Tehát nem csak akkor szól, mert itt akkor az emberi egó már megint teret nyer, hogy na először nagyon rohadtul le kell csendesítenem magam most. Csendesedj már le lelkem, csendesedj már le. Rohadtul le akarom csendesíteni a saját, még megint az emberi akarat. Ez nem megy. És ez nem így működik. Nem így működik. A legnagyobb zűrzavarban. Tehát én hozzám nagyon sokszor, miután én egy turbó módon megy az agyam, sokszor olyankor szól, amikor autót vezetek, mert ott nincsen, nem lehet annyira okoskodni. Meg olyankor szól, amikor már az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ne tudjak rajta agyalni. Kikerülje a okoskodást. De kinek hogyan? És még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatosan, hogy érdekes, hogy nem írja le, hogy tiltotta el őket, meg hogy nem engedte. Mert van, aki azt mondja, hogy ő ilyeneket lát, meg olyanokat, meg zsibbad, meg akkor itt fáj, meg ott fáj, meg így érzi, meg úgy látja, meg úgy. Nem beszél ez erről az írás. Nem beszél arról, hogy Jézusnak milyen volt a szemeszíne, hogy tette a kezét rá, milyen hangsúlyozás. Nem beszél ezekről az emberi részekről, ugyanis ez egyénenként, úgy gondolom azért nem beszél, egyénileg teljesen változó. És amikor mi elkezdjük egymást utánozni, akkor ez könnyen félre mehet, hogy ő így, tudod, az, aki olyan marha jól prófétált, az így csinálta, hogy ilyen torzott a feje közben. A hangja olyan magasan szólt. És akkor vannak ezek a sikítozó proféták, mert akik annyit levesznek belőle, hogy magasan kell sikítozni, és akkor majd a Szentlélek. De ez nem így van. Tehát ez a 131. Zsoltár. Na jó van. Menjünk tovább, hogy még a Szentlélekben én még mehetek egy picit? Már a Szentlélekkel kapcsolatosan. Még egyet, aztán egyet-kettőt. Aztán a Róma 8:6-ban nagyon fontos ige van, hogy megítéljük azt, hogy mi van a Szentlélektől és mi nem. Azt mondja, hogy a szellem gondolata élet és békesség. Ugye azt mondja, hogy a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Tehát amikor a Szentlélek gondolata, vezetése jön, az mindig az életre és a békességre vezet. Tehát amikor a Szentlélek megnyilvánul, annak nem az az eredménye, hogy fölborul a lelki egyensúlyod, hanem az élet és a békesség. És még egy igével szeretném ezt alátámasztani, a Kolossi 3:15-ben azt olvassuk, hogy az Istennek a békessége uralkodjon, itt az eredetiben úgy van, hogy legyen a döntő bíró a ti szívetekben, amelyre elhivattatok, egy testben is háládatosak legyetek. Tehát amikor a Szentlélek szól, akkor az egy békességet eredményez. Ugyanis az Isten szava, az hitet hoz létre. Tehát van egy bizonytalanság, hogy van, vagy mint van, vagy hogy legyen, mint legyen, és amikor ebbe beleszól az Istennek a szava, mutat az Úr egy igét, arra a helyzetre, mondjuk, akkor ez hitet hoz létre benned és bennem, és ennek a hitnek az eredménye az lesz, hogy bekerülünk a salomba, az Istennek a békességébe. És innen például én úgy gondolom, hogy nagyon erőteljesen fel lehet ismerni azt, hogy itt most a Szentlélek szólt. A másik oldal az, ahogyan le lehet ellenőrizni például azt, hogy egyrészt a Szentlélek szerintem nem kapkod. Le tudjuk ellenőrizni úgy, hogy olyan emberekkel megbeszéli, megosztja
a kijelentését az ember. Különösen, hogyha tényleg keresi, hogy hogy meg mint. Akikben megbízik, akiknek az életén látja, hogy gyümölcstermű élet. Hogy hitelesek az Úrban. Mint Mátyás. És meg a Laci. Tehát, hogy értitek, hogy egyik oldalról, tehát az emberi véleményekre egyik oldalról nem kell adni. Másik oldalról nagyon is érdemes odafigyelni. Mert azt mondja, hogy amikor szól a proféta, azt ítéljék meg. Gyülekezetben például. Tehát érdemes oda menni ember, hogyha van egy olyan, úgy gondolod, hogy a Szentlélek mutat neked valamit, hogy menjél el Jeruzsálembe. Most éppen volt egy ilyen testvér, aki jött, és azt mondta, hogy ő neki évek óta mondja, hogy a Szentlélek, hogy neki ott lesz szolgálata. Hát és oda jött hozzám, és mondta, hogy hát én akkor mondtam neki, hogy hát mit tudom én, hát fogalmam sincs róla, nem éreztem én belül semmit. És ilyenkor a józanság az, hogy az ember ne beáll a profétai pózba. Nem az Úrtól van, vagy az Úrtól van. Tehát érted, ha nem érez semmit az ember, akkor jobb, hogyha befogja a száját. De érdemes kérni véleményt. Nem azért, hogy az a vélemény felülírja. Ugyanis, hogyha kívülről jön egy profécia, és az nincs, amin keresztül esetleg a Szentlélek szól, de nincs benne neked békességed. Mert úgy, nekem például, amikor előállt ezzel az a drága áldott atyafi, hogy feleséget ad az Úr nekem, akkor volt már, ugye, és hát én kirögtem az egészet, mert annyira nevetséges volt a dolog. De hát ez nem, tehát hogyha nincs békességed abban, amit kívülről mond valaki, az nem az Úrtól van. Az nem az Úrtól van. Mert az Istennek a békessége, mondja a Kolossé levél, az ott trónol a szívünk fölött. De ezt inkább tanácsként mondom, hogy amikor egy döntés előtt áll az ember, akkor a lelkében, az embernek a lelke az Úrnak a szövétneke. Az ember lelkében vagy van egy békességes hit afelé, a dolog felé, és akkor csináld, vagy ha van egy háborgás azzal kapcsolatosan, akkor várjál, és szerintem ne csináld. Hanem jussál hitre, nem a kenyérvásárlásom a boltban, meg a gyereket, hogy tisztába tegyük, vagy sem. Ebben nem kell hitre jutni, mert ez feladat. Hanem azon a területen, hogy most erre, vagy arra, vagy amarra menjünk, és csináljuk. És a végső dolog az, hogy az én véleményem szerint, és így látom a Páléknál is, hogy amikor viszont jött ez a látomás, hogy menjenek el Macedóniába, akkor nem tétlenkedtek, akkor megértették, és volt egy békességük, hogy ez az Úrtól van, akkor mentek, és csinálták. Tehát ha már pedig az Isten szól, mert Isten gyermekei vagyunk, és a Szentlélek bennünk van. Ha szól, akkor ne tétlenkedjünk, hanem tegyük. Ne az a félelem vezessen, hogy jaj, el ne szúrjam, hanem például ennek a testvérnek, ennek én azt mondtam, hogy tegyen lépéseket. Ha hosszabb ideje úgy gondolja, hogy az Úr józan volt, nem volt exaltált. Úgy gondolja, hogy Isten őt oda akarja küldeni. Hát kezdjen el tanulni héberül, vagy tegyen lépéseket ebbe az irányba, és meglátja, hogy nyílik az ajtó, vagy nem nyílik a csukódik. Érted, hogy ha az Úrtól van, akkor működni fog, ha meg nem, akkor nagyon sokszor van olyan, hogy az ember nem tudja biztosan, és egyszerűen lép, kvázi kipróbálja. És a gyümölcsök, azok visszajeleznek. De ha áll az ember, és nem, meg se próbálja azt, mikor mutat neked egy dalt az Úr, hogy ebbe az irányba menjél. Vagy ez legyen, vagy az legyen. Vagy amikor ott énekelsz, és jön egy inspiráció. Ha nem lépsz ki, sose fogod megtudni, hogy az mi is volt. Sőt, mondok egyet, de lehet, hogy Peti, te majd megfecsíteled, ezt remélem, hogy amit lehet vagyunk párra, vagy, de hát, hogy jön egy inspiráció, és
amikor ez a bizonyos ilyen csontjaimba rekesztett érzés, hogyha nem mondom, akkor, akkor, tehát mondanod kell. És sajnos van olyan, hogy, hogy nem lépsz ki, és utána viszont nem kellemes. Tehát, hogy érzed, de tényleg. Tehát, alsó hangon nem kell. Alsó hangon nem kell. Érzed, elment a vonat. Így van. Igen, és kellett volna. Persze nyilván nincs bünti, meg semmi nincs, de úgy akkor van egy, hát megszomorodás, vagy nem tudom, van amilyen, nem, nem igen. Pozitív, tehát meg kell lépni ezeket. Nem mondjad, Pet, hogy van valami. Igen, ugye, van tehát egyet tudsz érteni? De ez a tanulás. Pontosan. És nem szabad megijedni, igen. Akkor is csinálni. Gyerek föl kell. Szóval, ha esik valahol, akkor vissza kell állni, nem? Abszolút. Lovas ismerős? Ha motorra, akkor is vissza kell állni. Való. Egy apróság, nem ilyen nagy téttel rendelkező esetekről, de többször volt már, vagy ötször, hatszor, vagy mentem valahova autóval, és tudtam, melyik úton akarok elkanyarodni. És jött egy nagyon kedves ötlet, hogy menjek itt be. És nagy fej, nagy gondolatok, minek? Arról közelebb. És mindig vagy baleset volt, vagy izé. Volt, amikor elmentem, azt nem tudom, hogy az, mi az miért volt jó, de amikor nem mentem el, 100%-osan bejött, hogy le volt zárva, vagy elakadt egy autó, vagy igen. Valami útépítés. Igen. És annyira fajn a Szentlélek, hogy ezeket úgy, szóval a legapróbb dolog, mert nem vesztettem sok időt. Volt, amikor vesztettem sok időt, egyszer, de a nagy részében nem, csak egyszerűen, hogy menj el itt most, menj el. Így van. Annyira jó. Így van. És ezt figyelni nagyon jó. Tehát ennek igazán nincs négy, ez nem olyan, mint hogy most. Lehet, hogy volt egy korabban. Szóval, hogy érdemes, és én nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy higgyetek abban, hogy Istennek a fiai vagyunk. Higgyél abban, hogy a Szentlélek temploma vagy. Hogy benned lakik az Isten szelleme, és nem fog sikítva elmenekülni, hanem ő tanít, vezet, vigasztal, bátorít, pártfogol, és meg akar tanítani bennünket, ővele együtt működve élni. Az ő vezetésére figyelve élni. És ha elszúrod, semmi baj nincs. Nem kap hülefrászt az örökkévaló Isten attól, azt mondja, hogy kelj fel, csinál tovább, menj tovább, menni fog. És megtanuljuk. És ahogy telik, és egyre józanul, de hittel, bátran, figyelve az Istennek a békességére, lépünk, és jutunk előre, és ebben szerintem óriási segítségünkre van az imádás, az Istent imádni, az ő jelenlétében tölteni időt, és erre a nyelveken szólás és az Isten dicsérete iszonyatosan jó segítség a számunkra, mert amikor feloldódunk az ő jelenlétébe, akkor hangolódunk ő rá. Elváltozunk, így mondja a korintusi levél az ő képére és hasonlatosságára. Na jó. Akkor menjünk tovább. Olvasd te most, annyit beszéltem, légy szépen. Hol tartottunk? Kérem szépen. 11, nem? 11, igen. Oké. Elhajóztunk tehát Troászból. Egyenesen Szamotrékába mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlet bennünket. Nekem lenne. Mond. Az a kérdésem, hogy mi az, hogy az Úr megnyitotta a szívét? Ennek a Lídiának az Úr megnyitotta a szívét. A többinek nem. Akinek nem nyitja meg az Isten a szívét, az nem tud hinni? Ő jutott hitre. Az Úr nyitotta meg a szívét. Az azt jelenti, hogy a szív zárva van. És az Úr kell ahhoz, hogy megnyissa? Ahhoz, hogy valaki meg tudjon térni, hogy hitre jusson, ahhoz az kell, hogy Isten megnyissa a szívét? Mondjad. Csak egy igen jutott eszembe, hogy ugye azt olvashatjuk, hogy senki sem lehet a fiúhoz, csak akit az atya vonz. Nem az.
Azt mondta a Marika, hogy senki se jöhet én hozzám, csak a fiú az, aki, csak az, akit az atya vonz. Az atya kit vonz, és mindenkit vonz az atya? Vagy csak némelyeket vonz? Vagy hogy van ez? Mindenkit, de kell. Mindenkit, de nem kell. Mindenki mond igen. Arra gondol, hogy ugye anyánk mélyétől fogva kiválasz, de van egy pillanat, amikor megnyitja a szívünket. Hát szerintem akkor a hitre jutás jelenti azt, hogy ő megnyitotta a szívedet, és ott kapcsolódik, ott tesz bizonyságot a Szent Szellem Jézus Krisztusról, addig nem tud. És addig pedig a hit hallásból van, és azért kell beszélni róla. És akkor megnyílik a szív. És megnyílik, vagy még az Isten kell hozzá, hogy megnyissa? Tehát oda megyünk, beszélünk az Úrról. Hát ha úgy nézzük az Isten, kimúlik ez? Ő igéje, mert azt hallja. És akkor az igéje nyitja meg. És kapcsolódik a Szent Szellemmel. Ha ő választ ki, akkor ő is nyitja meg, nem? Tehát... Szabad akaratot hagy. Igen, de eldöntöd utána, hogy becsukod, vagy itt hallgatod, vagy nem? Mondjad, Marika. Igen, csak az jutott eszembe, hogy szerintem ez három dolog volt, tevédjük össze. Szerintem van az igen, hogy hallani kell egy vonzás Istentől, és kell a mi engedelmességünk. És szerintem ez a három együtt. Hát meg az, hogy az Úr megnyitja, vagy nem nyitja? Mindenkinek megnyitja? A Lídiának ki van emelve? Ennek az Úr megnyitotta a szívét. Többinek meg úgy tűnik, nem nyitotta meg a szívét. Ez így van akkor is, amikor beszélgetünk emberekkel, kis társaságban, ahogy ott sem mindenki ment ki ugye újjászületni, gondolom én, egy része. Ezt úgy képzelem el, hogy az ugye le van jó, én úgy mondom, le van jó zsírozva, mert ezért kell beszélnünk az igéről, hinteni a magot. Lehet, hogy én magot vetek, a növekedés az övé, te még mondod, és úgy képzelem ezt el, mint egy ilyen pohár, ami telik-telik, és egyszer csak amikor túlcsordul, akkor jut hitre, és a Szent Szellem meg ott van, és figyel, hogy bizonyságot tegye, hogy Jézus Krisztus ott vár. És amikor, és ezért mindenkinek feladata, hogy mondja, mert nem tudod, hogy te az utolsó millilitert adod-e hozzá, és az, hogy ez most megnyílik, vagy megnyitotta, ezt nehéz eldönteni. Én a saját tapasztalatban úgy vettem észre egy idő után a saját szakmámba, hogy azt írtam egyszer le egy noteszemnek a végébe, hogy nem tudom elkülöníteni a kérést már a választól, hogyha megfelelő időben történik, hiszen akkor megvan az a rendelt hely és idő, és akkor szinte egyszerre történik a kettő. De itt most ebben az esetben... Nekem egyébként, akkor nekem is szabad, mondd csak nyugodtan. Nem csak úgy erre gondoltam, hogy egyszer, hogy az Úr kinyitja, de mi is zárhatjuk be. Tehát az is fordított eset, hogyha hallod az evangéliumot, erre hogy reagálsz, hogy bezárod-e? Itt a Lídiáról azt mondja, hogy hallgatott ránk, és az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál mondott. Hogyha hitre jutsz, akkor utána már nem zárod be? Ja. Na jó, szóval a dolog lényege, itt azért fontos például azért imádkozni, amikor beszélünk valakivel, hogy Uram, nyisd meg a szívét. Hát nem tudom, hogy van. Mondom, nekem az nekem is szemet szúrt ez az egy mondat, de nekem megint azt nézem, egy megnyugvást adott, hogy Isten az, aki cselekszik. Tehát gyakorlatilag mi tesszük a dolgunkat, ahogy megbízott bennünket, de ő teszi az ő igéje által, ő az az élő és ható dolog, ami végül elvégzi a munkát. Tehát ez engem felszabadít megint csak, hogy Isten cselekszi vele. Igen. És azt, hogyha ott vagyunk egy csapatban, akkor ne kárhoztasd magadat, hogy öten ott vannak, beszéltél, nem született újjá mindenki. Vagy egy se. Vagy egy se. Akkor igen. Nem, mert ezt itt támad... Nem mondtam, hogy az nekünk a dolgunk az, hogy megtegyük a dolgunk. Így van. Így van. Így van. Így van. Így van. Szerintem mindenki. Egy ajtót kinyithatják kívülről is, meg belülről is. Ha én nem erőltetem, hogy ne nyíljon ki, akkor ki lehinti kívülről is. De nyilván ez egy látszívű asszony volt, tehát igen, az Isten félő asszony. Nyilván nyitott volt Istenre, de Isten belenyúlt természetfeletti módon még speciál. Tehát ez nem egy megkeményedett szívű ember volt, azért azt elmondhatjuk. Még volt. Szerintem mindenkinek megnyitja, csak nem egy időben. Ah, persze, hát vagy. Ugye azt mondja, hogy az Isten az anyja méhétől fogva kiválasztotta azokat, akiket kiválasztott, hogy örököljék az üdvösséget. És azt is mondja, hogy nem mindenki ilyen a hit. Most én nem akarok ebbe belebonyolódni, de számomra ez egy komoly kérdés. Ha az Isten nem nyitja ki, akkor ott ember nem nyitja ki azt. Az biztos.
Valaki teremtett a veszedelemre, én is mondom. Csak mi nem tudjuk. Hangosan Gábor meg. Megtöbbünket az anyánk mégétől fogva választi. De mi van akkor, ha azt az igét veszik, hogy az igaz a könyörgés meghallgattatik, és a mi könyörgésünk miatt nyitja meg valakinek a szívét, akire nem is gondolt. Tehát Isten már tudta, hogy mi könyörögni fog. Drágáim, itt most lezárjuk ezt a kérdést, és megyünk tovább, mert ennek itt nincs vége, tessék ezen gondolkodni. Menjünk tovább. Azt hittem elmondott választ. Nem. A Szent Szellem fog téged tanítani. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Menjünk tovább, vagy? Ne menjünk semmiképpen, ez is ki. Én nekem van, csak ti. Hogyha van, akkor mondjátok. Én csak egy rövidet. Na. Engem lenyűgözött megint egy újabb jellemvonása, de tényleg a türelme. Ugyanis azt mondja, hogy napokig történt itt. Tehát én lehet, hogyha egy ilyen találkozom, vagy nem csak én, lehet, hogy más is csatlakozik, akkor élből így csendben legyél már. Érted? Tehát, hogy így... Csak valószínűleg akkor az embert, vagy melyik is az ember, nem kihűzte. Tehát, hogy nem a lánynak mennek ki. Igen, de hát, hogy napokig tűrte Pál konkrétan. Érted? Pedig hát zavarta. Nekem csak egy, hogy de mondd, mert neked biztos mélyebb is van. Hát én arra, itt ugye azért megint milyen érdekes, hogy a Szentlélek vezetése után jön egy ilyen démonizált nő, és amit mond, az gyakorlatilag egy PR üzenet, hogy ezek az emberek, jót mond, a magasságos Istennek a szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Mi? Mi a gond ezzel? Mi a gond ezzel? Hát a Pál lehet, hogy érted, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy én fizetem neked a nem tudom micsodát, és csináljon. És először jónak tűnik, hogy ő fizeti, menedzseli a szolgálatot, a munkát, a nem tudom micsodát. És egy idő után az ember érzi, hogy a szabadsága oda van, valahogy nem érzi komfortosan az egészben magát, elkötelezett, vagy mit tudom, nem érzi jól magát, nincs békessége abban a kapcsolatban, abban a helyzetben. És én így képzelem el, hogy a Pálnál is ez lehetett. És milyen érdekes, hogy a Szentlélek eltiltotta, meg nem engedte, és akkor odaküldte ebbe a helyzetbe, és ott rögtön a Pál érzékeny volt a szellemek megítélésére, és itt a szellemek megítélésének az ajándéka működött 3 nap után. Túl azon, hogy nagyon türelmes volt a Pál. Én szerintem nem biztos, hogy én azért mondtam, hogy szerintem türelmes, mert hát erről konkrétan lehetett tudni, hogy jövendőben. Honnan lehetett tudni? Hát ez egy kisváros, tehát ezekről így lehetett tudni, nem? Hát én kisváros, úgy... Kisváros. De hogy ez egy, hát gyakorlatilag ebből élt ez a nő. Nem tudom, így hogy gondolod, Gyula. Én szerintem egy... Jó, nem tudjuk, hogy hogy volt. Na. Én azt gondolom, hogy... Mire várt Pál 3 napig? Nekem sok minden följött, mert ugye itt egy kicsit hamarabb ugye az volt, hogy várjatok, aztán utána kapott kijelentést, menjetek, és itt pedig az volt, hogy valaki elkezdte az időt bemondani, akkor, amikor lehet, hogy még el se jött, lehet, hogy nem odaért Pál, és nem úgy, amikor ugye nekünk elég ő, aki bennünk van. Valóban, ahogy Feri mondta, nincsen szükségünk arra, hogy programozzanak, hogy marketingeljenek, bőségesen elég az Úr nekünk, és annak meg lesz az ideje, és Pál haladt, én is úgy érzem, hogy volt neki egy ilyen érzékenysége, hogy türelmes volt, mindenféleképpen. A másik pedig az, hogy ugye itt volt egy ilyen, ami nagyon hajaz, és amikor így először hallottam egy profétálást, akkor ugye ott van a mesdjéje annak, hogy ez most jövendőmondás, vagy pedig ugye profétálás. Ez lehetett volna egy jó profétálás. És itt viszont ez egy ilyen olyan gonosz szellem, amelyik nagyon hajaz arra, csak ugye mi ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Ott viszont az volt, hogy ugye pénzért csinált ő mindent, és akkor azt mondta egy idő után, hogy most már állj és elég ennek. De elsősorban azt látom, hogy
hogy erre nem volt szüksége Pálnak, amikor a Szent Szellem tökéletesen vezette addig. Előtte is ott a Lédiánál megvolt a példa, hogy leültek, csendbe beszélgettek, és aztán megvolt az a személy, akire ott lehet, hogy ki volt hegyezve a kapcsolódás. Itt viszont elkezdte a sebességet vagy gyorsítani, tehát egy fölfordulást csinált, és nem hagyta, hogy a Szent Szellemmel tudjon munkálkodni. Nem tudom, én csak hogyha elképzelem, én mindig igyekszem így behelyezni magam oda, hogy történhetett, és most képzeld, vagy képzeljük el magunkat, mondjuk legyek én Pál. És tehát én, hogyha mondjuk elmegyek valahova, és egy nem démonoktól vezérelt hölgy, vagy szolgálólány, hanem mondjuk Isten szellem által vezérelt testvéremmel találkozom, akkor az nem úgy zene, hogy én megyek az emberek, és ő hátul mögött napokig ordibál, mert az lejönnek, tehát az nem tehát ez... Normális, Margit, tehát ez a... De lejött szerintem lerít, hogy ők így mennek, jön utánuk ez a harsogó valaki, hogy ez valami nem cool. Tehát szerintem. Ez egy nem egy... Mert akkor miért nem ülnek le beszélgetni, vagy itt vagyunk, jöttünk szolgálni, mi a terv, hogy használjuk magunkat, Isten, érted? Tehát, hogy egy... Nem, ez egy ilyen démonikus volt maga szerintem a jelenség is. Tehát szerintem sütött főzött belőle azt, hogy ez nem, ez a gáz, nem? És én ezért gondolom, hogy... De miért várt akkor 3 napig, ha sütött főzött? Hát azért nem biztos, hogy konfrontálódni akart. Mert ugye mi lett a vége? Az lett a vége, hogy megharagultak rájuk, és kiűzték őket. Tehát szerintem ő maga se tudta, hogy most mi a jó. Ha most konfrontálódik, és ezt megcsinálja, és maga ellen hangolja a lánynak a gazdáját, meg a nem tudom kicsodáját, vagy pedig... És lehet, hogy arra számított, hogy csak abba hagyja, és akkor nem kell konfrontálódni még lehet. Hát ugye ez a lehet kategória, az nincs leírva. De azt mondja, hogy végül Pán megelégelte, tehát valószínűleg a szellemében akkor jött az a pillanat, amikor azt mondta, hogy tehát a szellemében felindított arra, hogy ezt megtegye. Tehát addig azt jelenti, hogy addig türelme volt. Addig volt türelme, adott neki türelmet hozzá, nem azt gondolta talán, hogy nem kell ezzel foglalkozni, majd a... Én is elképzelem, én nem így képzelem el. Én úgy képzelem el, hogy megy a Pál, hirdeti ott az evangéliumot, és ott kajabál ez a nő, és csinálja a reklámot. És 3 napig megy a dolog, és valahogy nincsenek gyümölcsök. Én így képzelem el. Tehát nem történik semmi Filippiben. Egyébként ez a jövendőmondó szellem, ez piton szellemnek. Az eredeti görögül piton. Tehát ilyen kígyó, folytogató kígyó szellem ez a jövendőmondó szellem. És én úgy képzelem el, hogy a Pál kereshette, én így képzelem el, nincs leírva, hogy mi az oka annak, hogy gyümölcstelen a szolgálat, holott minden ígéret arról szól, hogy az evangélium megy, és az Úr bizonyságot tesz, és történnek a dolgok. És amikor a 3. nap leesett neki a tantusz, a Szentlélek kijelentette, én így képzelem el, tehát én nem egy őrültnek látom a nőt, hanem a legaktívabb szolgáló testvérnek a csapatban, mint hogy a... Nem lehetett az. A Ritának ebben igaza van, hogy a falu, hogy mondjam, erről ismert volt, hogy az, hogy a leány sok pénzt szerzett, igen, lehet, igen. Azzal, hogy ezt revidiálom a nézetemet, oké, okay, jó. Tehát nem lehetett a közösség lehet, része. Lehet. Mert a gazdák pénzt. De nem térhet meg ő is. Hát hogyne, de akkor nem folytatja. Hát a jókat mondott. De nem ahogy mondta, tuti, hogy ebből... Na, direkt már, hogy neked van igazad. Nem tudom. A dolog lényege, én úgy képzelem el, hogy a Pálnak egyszerűen a Szentlélek szól, hogy ember, ez egy démon. És akkor a Pál, amikor rájött, hogy ez nem a csapathoz tartozik, hanem egy idegen szellem működik, akkor megfordult, és na, akkor menj ki belőle. Én ezt tapasztalatítom, hogy mi így gondolkozunk most. Tehát, hogyha valami nem sikerül, akkor végig gondoljuk, hogy na, miért nem sikeres az evangelizáció, és akkor biztos ez volt ez, és akkor... Nem. Én nem, sajnos nem tartok itt. lehet ez is végül is egy megoldást. Ő mindig elzavarta rögtön, tudod, hogy te vagy az Istennek szentje. Nem hagyta szólni a démonokat. Lehet, hogy Pál még nem olvastak. Ez egy új dolog. Hát ugye a Simon mágus is befért a csapatba egészen addig, ameddig a János meg a Péter meg nem érkeztek. A Filipet még megetette. Jó, de ő az Úr hívének gondolták, akkor derült csak ki róla, hogy egy, pedig ő is előtte. Szóval, na jó. Érdekes ez, igen. Hát ezeket, ameddig eljutunk, aztán mindenki gondolja tovább, nem hiszem, hogy a végső megoldást kell megtalálnunk. Minden esetre annyi bizonyos, hogy a Pál türelemből
vagy a nem kellő ismeretből, vagy a várta a Szentlélek vezetését, vagy nem tudom miért, de utána kiűzte. Olvassuk tovább. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Kellett neked, Pál. Tehát én úgy gondolom, hogy itt az Isten ereje, amikor megnyilvánul, arra válaszreakció is érkezik. Lehet, hogy ezt akarta prolongálni egy kicsit Pál, egy kicsit hátrébb tolni, hogy ne hamar történjen meg ez, hogy hirdethessék még az igét egy darabig. Nem tudom, hogy nektek a ti fordításotok mi van, még itt visszakanyarodtam, hogy nekem ugye az van, hogy mentünk és szembe jött velünk egy rabszolgalány. Hogy nektek is az van, hogy szembe jött? Velünk szembe. Előbb jött velünk szembe. Igen, azt szerintem az nagyon fontos, hogy szembe jött, tehát igazából nem ugyanazon az úton haladtak, és lehet, hogy arra várt Pál, hogy lehet, hogy jót mond, ha hitre jut, és megtér, de aztán azt mondta, hogy most már elég, eddig tudtuk hirdetni az evangéliumot, mert látta előre szerintem szellembe, hogy ha itt ezzel tengelyt akaszt, akkor ez egy fontos személy a pénz, a világiasság miatt, mert keresett, és lehet, hogy ez egy ilyen limitáló tényező volt, és tudta, hogy akkor, hogyha ő ezt itt most konfrontálja, hogyha nem jut hitre magától, akkor idő után azt mondta, hogy most már elég, de akkor viszont az lett a konzekvenciája az egésznek, a következménye, hogy akkor elzárás, és már nem tudnak kinn lenni az utcán, és jobb volt lehet kinn lenni az utcán ezzel a kiabálással is, mint benn lenni a börtönbe. Ez nem biztos, hogy akkor azt tudta, hogy most egy börtönbe fogja. Szellem lát előre, hátra, jobbra, balra, fölle. Hát vagy tudta, vagy, de nincs leírva. De minden esetre oda kerültek ezután. Elég csúnyán eljárt, bántok velük, kicsit kaptak egy-két botot. Bezárták őket, megverték, és bezárták őket a börtön legbelső zugába, és ráadásul még meg is kalodázták, bilincselték őket. Mindössze azért, mert kiűztek egy démont. Meg hirdették az evangéliumot. Hát én azért úgy, amikor... Hát ez van megígérve, vagy ez is megvan. Ez is megvan. Hát meg volt ígérve, plusz az, hogy azt is mutatja szerintem ez, hogy ott a rómaiak még nem tudták, hogy rájuk is vonatkozik. Ez azt mondta, azért, tehát akkor mentek arra is, azt mondták, hogy ez ellentétes azzal, ami hitünkkel. De nem tudták, akkor jött arra az evangélium. Nem, hát ők egyszerűen csak a szolgáló lánynak a gazdái üzleti veszteségként élték meg ezt a dolgot, és följelentették a Pált. Tehát ők, itt nem volt semmiféle szellemi ismeret. Följelentették, mert üzletileg veszteséget okozott nekik, és... Na de én azt szeretném mondani, hogy mi van akkor, amikor te hűségesen szolgálod az Urat, teszed az ő akaratát, ne. És ennek az a pozitív gyümölcse van, hogy leköpnek, megvernek és bezárnak. Kicsősök szellem megnyugszik rajta. Hát de én most úgy beleképzelem magamat a Pálékba, mert ő nekik ez valószínűleg nem este 11 óra táj történt, azt én úgy képzelem el, hogy valamikor napközben lehetett, hogy őket így megverték és bezárták, és éjfélig ott valamit csináltak. Megértették az alatt az idő alatt, hogy ugye az evangélium miatt kaptak, és ugye Jézusért, de itt egyébként tényleg az volt, hogy olyan szokásokat tanítanak nekünk, amelyek nekünk, római polgároknak törvényellenes. Tehát végül is ugye milyen szokásokat tanítottak végül is az evangéliumot? Ugye és azzal konfrontálódott, ezt szerintem látta Pál előre, hogy ez fog történni, és bebörtönzik őket. Ott meg úgy, hát igen, szigorú őrizet alatt, ez szerintem arra utal, hogy mi jár akkor és azért, hogyha mi járhat, hogyha te hirdeted az evangéliumot, és benne van a pakliba bőségesen. Hogy bebörtönözhetnek téged ugyanúgy, elhajthatnak. Tehát, és ahogy itt is lehetett látni, hogy nem mindenki jut hitre, ez egy teljesen normális velejárója, és arra akar tanítani minket szerintem, hogy akkor se csüggedjünk, akkor se
akkor se álljunk meg, mert ő se állt meg. Itt azt lehet látni, hogy, hogy kés a vajban persze a Szent Szellemmel, de nem mindenkit aradsz egyszerre. És ezt el kell tudjuk fogadni. És ezzel nincsen semmi baj. Nem kell csüggedjünk. És aztán itt ugye, majd ki is hozza őket, nem is kicsit, és lehet rá számítani, hogy övé a dicsőség, övé az utolsó szó, és nem hagy minket fogságba, mert eleve szabadságra hozott minket. Én egyébként azt, hogy milyen lelkiállapottal, meg attitűddel élték ezt meg, ez egy később igeversben majd kitűnik egyébként szerintem, tehát majd csak nem akarok elérni. Jogottan rohanyag az ember. Nem, majd olvassuk csak el. Hát biztos, hogy meg, tehát meg, szerintem meg volt a békességük, ők imádkoztak, dicsérték az Urat, tudták, hogy most ez miért van, és abszolút reménykedőek voltak, ebben biztos vagyok. Én nem. Na, megint egy. Hát, én nem vagyok biztos benne, én elgondolkodtam, hogy mi történt. Én például olyan pipa voltam, amikor Gödön esett az eső, amikor hirdettük az evangéliumot. Mi? Akkor. Akkor. Hát, mi oda megyünk és csináljuk a dolgot, és az Istennek annyi lenne a feladata ebben az ügyben, hogy ne essen az eső, és erre esik. Jó, most. Jó, csak mondom. Tehát én gyarló ember vagyok, én ilyenkor kiabálok az Úrnak, hát Uram, hát itt vagyunk, pénzt, paripát, fegyvert, időt, energiát, itt imádkozunk, megyünk, hirdetjük a te evangéliumodat, hát miért zavarod el innen az embereket az esővel, vagy miért nem csinálsz valamit, vagy hát én el tudom képzelni magamból kiindulva persze, hogy azért csak éjfél tájba kezdték el dicsérni az Urat, mert mondjuk én elképzelek egy párbeszédet, hogy Silás azt mondja Pál. Mindig mondtam neked, ne üzögessél itt nyakra főre, hát ebből balhé van. Akkor azt mondja esetleg a Pál, hogy hát ezt nem a Pálról nem tudom elképzelni, de hogy lehet, hogy nem ide kellett volna jönnünk, mert elszúrtuk a Szentlélek vezetését. Mégse ez volt az Úr vezetése, hogy ebbe a Filippibe jöjjünk, lehet, hogy mit tudom én érted, nem jól értettük. Vagy mit tudom én, hogy mehetett esetleg, parancsolj. Nem nagyobb a szolga az Úránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha én beszédeimet megtartják, az ideket is meg fogok tartani. Nekünk ez így kell hozzáállni. Nem mindig jönnek elő a körülmények, akkor is győztesek. Abszolút. Nem a körülményekre kell nézni, nem arra kell nézni, hogy éppen most valami akadály van, hanem az akadályokat fogunk jutni, ahogy az Úr is tűnik. Eljutottak éjfélkor, éjfélre eljutottak erre a hitre, az egészen biztos, hogy éjfél előtt mi történt, arról nem ír a Biblia. Lehet, hogy aludtak egy jót, lehet, hogy teljes békességben és reménységben és hitben voltak, és éjfélkor felébredtek és elkezdtek énekelni. Mindenki elképzel. De én, amikor belemegyek egy helyzetbe az Úrért, és ott ütközés van, és esetleg én kapom a pofont, pedig hitben megyek előre, és mégis az van, hogy az ördög egy jó nagyot odanyom, akkor én bennem... Isten bocsássa meg, mert gyarló ember vagyok, följön, hol vagy már, Uram? Hát nem ez volt, most éppen nem egyre feljebb való leszek, nem alább való, éppen nem a te dicsős, jó a dicsőséged, persze igen, de hát azért itt vagyok Kalodában, és megvertek. Tehát ezek, tehát én el tudom képzelni a békességben, alszom és reménységben. És akkor igen, de mindaddig, amíg itt ülünk marra kényelmesen, és jól van dolgunk, addig ez nem kérdés, de amikor esetleg egy ilyen üldöztetett állapot van, ott szerintem az embernek a lelkében lezajló ilyen viharokat meg kell harcolni. Nekem mindenképp meg kell harcolni. De Pálnak külön megígérte Jézus, hogy majd nem tudja, hogy mennyit kell szenvedni, azért nem érte. Plusz mit szólhatott a 21 kopt keresztény? Hát igen. Tavaly évelején. Hol vagy, Uram? Ott volt velük. Csak ez a vége, illetve egy kattanás, hogy folytatjuk tovább. Tehát a következtetés valami csak. Nem gondolom, hogy így gondolkoztak volna. Szerintem ők nagyon is eltököltek voltak, és oda szánták magukat a halálra. Tehát nem hiszem, hogy felmerült volna. Pont ezt mondom. Igen. Meghalni szerintem könnyebb, mint ott ülni a nyakig a szoaréban. Revidiáljuk.
Hát, mondjuk láttam... Ha nincs más lehetőség, akkor nyilván könnyebb, tehát... Na jó. Értem, hogy mondod. Tehát én ahogy a lelkészi tapasztalatom alapján is, én úgy látom, hogy a keresztényekben nagy háborgások vannak, amikor nem az történik, noha az Ábrahám áldásának az örököse vagyok, de hol van, noha meggyógyultam Jézus sebeiben, de hol van, noha így, noha úgy, de miért nem, és miért úgy, és üzé, és akkor ott hitre kell jutni, el kell jutni odáig, hogy na akkor akár így, akár úgy, kaloda, börtön, dicsérem az Urat. És amikor dicsérték az Urat, ugye éjféltájban eljutottak odáig, vagy... Már nem eljutottak el, dicsérték az Urat, és akkor történik. Jó, egy mondat, ami... Jó van, Peti. Egy mondat, ami szerintem fontos lehet ebben a részben, hogy... Már vagy ezt még nem olvastuk? Még nem olvastuk. Itt jön az egyik... Akkor viszont olvasom. Jó, tehát éjféltájban... Ezt még nem olvastam? Nem. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Egy kulcs szerintem, amit egy zárójelbe zár. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Még? Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Megvan, amit nem, mondd el. Előjegyeztem, tehát hogy az, hogy a foglyok pedig hallgatták őket, az egyértelmű, hogy ők együtt voltak más emberekkel, akik, tehát nagyon nem volt mindegy, hogy mit mondanak, hogy viselkednek, mint Isten követei, szerintem. Most gondold, képzeld el, tegyük fel, most te vagy Pál, meg mondjuk Gyula a börtönben, és tele vagy hitetlen fogoly társadalmat. Valószínűsítem, hogy nem kezdesz el keseregni, meg kiabálni Istennel, hanem mondjuk kihasználod az időt, hogy elmond neki kizagos az evangéliumot. Micsoda beszélni, azt csináljuk. Én ezt így tudom elképzelni. Tehát kihasználtad volna éjfélig akkor azt az időt, hogy... Az idők gondolat. Azért csak éjfél, mert akkor éjfél, nem, egyébként meg, tehát szerintem addig is már volt ima, dicsőjét, nem az elkezdtek, hát éjféltájban épp mi bekapcsolódunk a sztoriba, de egyébként szerintem, hát kihasználhatták ott a nem? Én annyit szeretnék itt hozzátenni, hogy az van megírva, hogy a belső tömlőcbe zárták őket, igen. És ők csak ketten ők voltak benne a belső tömlőcben, kaludába zárva. Igen. És kívülebb, a nem a belső tömlőcben voltak a foglyok, és miközben ők bent ott beszélgettünk egymással, hogy hát most már azért így meg úgy, aközben azt mondta a Gyula, vagyis a Silás, a Pálnak: figyelj, inkább dicsérjük az Urat, mint ennyi hülyeséget beszélünk. Ez nem vezet semmire, az Úr velünk van, Isten fiai vagyunk. Az Isten ebből is jót fog kihozni. Na jó, dicsérjük az Urat. És elkezdtek hangosan imádkozni, és szerintem ez az én verzió. Hihető ez is egyébként. De a lényeg az, hogy hitre jutottak, és dicsérték az Urat. Én azért gondolom, hogy ez egy fordulat volt, hogy ők hitre jutottak, mert amikor hitre jutottak, és így elkezdték dicsérni az Urat, ebben a nagyon kritikus helyzetben, tehát amikor jól megszorítják az összes létező érzékeny részen az embert, és úgy van vele, hogy bármit csak eszne, mert az ott a kalodába zárva megverve, az nem lehetett egy kellemes dolog. És akkor ebben a helyzetben az ember képes azt mondani, hogy én akkor is az Úré vagyok, én akkor is az Övé vagyok, és ő akkor is hiszek benne, és akkor is megszabadít, és akkor is őt követem, és elkezdi nagy fennszóval, nem kicsit, nagy fennszóval imádni és dicsérni az Urat, erre az Isten beavatkozott. Erre az Isten válaszolt, és akkor, amikor már az Isten válaszolt, akkor jött, amit te mondtál, hogy a Pál mekkora nagy szívű ember volt. Tehát mind a két verziót én teljesen, az, hogy hitetlenül, töretlenül, mint a Vera Móhina
haladtak a cél felé, és sose rendültek meg, de mind a két perc jelentkezett. Azért az egy természetes emberi reakció, hogyha a palodába zárnak, akkor nem vagy boldog, tehát, hogy, és ezt nyilván valami kell dolgozni. A persze, ez, nyilván. És Isten előtt is kedves az, amikor az ember nem ezt ilyen múlva módon próbálja, hanem meg hát nincs más lehetőséget, benne van ebben a szituáció. Hát, hogy mondjam, tehát kijönti a lelkét Istennek, és ez egy jó dolog, hogy elmondja neki, hogy... Fáj! És fáj! Tehát hát fáj! Ez is benne lesz a papiba. Persze. De Pálnak ott volt azért Istennek a halála példának. Tehát ő azért szerintem biztos, hogy szembesült ezzel, lehet, hogy élete minden napján eszébe jutott. Lehet. Na hát, menjünk tovább, nem? De hol is tartottam? Igen. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték, bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lidiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Igen? Mondjad. Én még egy kicsit ide visszatérni, mert jött egy kép, hogy próbálom az, ugye mi tulajdon, ugye mi Jézus követői vagyunk, testvérei egy genetikából valók vagyunk most már, és próbálom az egészet itt Jézus, ugye Jézuson keresztül vizsgálni, hogy, és a megváltáson keresztül, hogy ugye itt még visszatérek ehhez a pillanathoz, hogy ugye kinyitottak az ajtók, szabadok voltak, ugye valamit tettek velük szembe, ugye, törvénytelent igazából, pláne, hogy kiderül, hogy ugye római polgárok voltak, tehát jogtalanul is, és ugye azt mutatja ez meg számomra, hogy ugye itt vagy, meg ne öld magad, mindannyian itt vagyunk, meg akartam magát ölni, hogy könyörülötes volt. Könyörülötesség, hiába, tehát mindenki Jézus ellen volt tulajdonképpen, akik ütötték, vágták, de értük volt itt. Ő értük is meghalt, itt most azt mutatta meg, hogy hello, várjál egy kicsit, megbocsátunk, sőt, gyere velünk a mi irányunkba. És itt pedig arra világít rá szintén számomra, hogy egyszerűen el akarták ugye intézni sötétben. De ugye azt szerették volna, hogy jöjjön ki a világosságra, úgy, ahogy kell, ugye ez a megbocsátás. Mert akkor ér valamit, hogyha ez kijön a világosságra, és itt azt kérte Pál tulajdonképpen, mert el is mehetett volna, csak úgy, de ugye volt egy törvénytelenség, és ezzel lett tulajdonképpen jóvá téve az, amit velük szembe csináltak. Hogy nyílt színen történt világosságban ez, hogy eljöttek a vezetők, ne csak úgy üzengessenek, mert az lehet tőlük is, vagy nem is, hanem ők mondják ki a szájukkal. Nekem egy mondatom van ehhez, aztán te majd kifejted, hogy nekem ez itt nekem megpecsételte. Tehát ez pont még rátett még egy ellenvonást, hogy mindazok mellett, hogy egy türelmes, a hitben gyengék felé szolgáló Pál. Nem magasztalom föl Pál, de hát ez most, hogyha így járt ő el ebben a részben, nekem ez nagyon szimpi. Tehát, hogy türelmes volt, ugye szolgálta hitet, tehát ugye a gyengébb, tehát hogy így alázatos volt arra azt mondtuk, ugye, engedelmes volt a Szent Szellemnek maximálisan, tehát azt tette, amit hallott róla. Szerintem önfeláldozó volt azzal, hogy a börtönőre felé szolgált. És akkor a végén viszont kijön az, hogy iszonyatosan karakán volt mindezek mellett. Tehát az igazságért nem nyuszi módjára, de aztán, na akkor azért most eljött az én időm, azért legyen meg a rend szerint. Tehát, hogy nem, az alázat, türelem, minden, a szelítség mellett egy igazságot szerető, jó értelemben, pozitív értelemben vett, önérzettel rendelkező, Isten országát hitelesen bemutató ember volt. Mert ez így kerek.
két dolgot mondtak ehhez az, hogy szerintem nem is csak maguk miatt, hanem ott voltak, egy csomóan megtértek, és hogyha ez ilyen, bezártak a börtönbe, disznók voltak, biztos csináltak valamit. Tehát, hogy ezt lássa meg ott mindenki, hogy ez igazságtalan. De ami nekem most, amikor jöttem ide és elolvastam, az annyira bevágott, hogy és mindnyájuknak a bilincsei felold. Nem csak a fainakat szabadította ki az úr, nem csak a párt meg a silást, elég lett volna az is a börtönőrnek, meg a földrengés, meg a minden, hanem azt mondja mindenkinek. És a foglyokra nem írunk, hogy meglógtak volna. Tehát lehetett ott az úrnak egy olyan jelenléte. Igen. És oda mondhatták nekik, és azt, amit Titus levélben van, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Igen. És használhatták volna arra, hogy meglógunk, és nem lógtak meg, nem írnak róla. És hát biztos ott volt azért, aki olyat kapott, mint Jézus mellett jobbról balról. Az egyik az odafordult, azt mondja, hát, de azt mondta, hogy hát mi méltán vagyunk itt. Tehát nem, és Isten bemutatta, hogy ő mindenkinek odarakja. Így van. Na mindegy. Ez volt az egész részben. Egyébként ez tényleg fantasztikus, hogy tényleg ez a földrengés azt okozta, hogy ott mindenki. Igen. Igen, igen. Persze nem mindenki volt bebilincselve, vagy kalodázva. Mindjárt bilincsei feloldott. Mindjárt bilincsei, igen. Meg foglyok voltak végül. Meg foglyok voltak, és elmehettek volna. Igen, nagyon érdekes az is. Én elengedek, azt én engedem el. Földileg nem lehet őket. Tehát ott ez egy más. Parondjad, Gábor. Tegyük fel, hogy Isten meg az akaratot. Hangosabban. A börtönőr megtérjen a családjával. És ez így volt lehetséges, hogy Isten tervét így vitték véghez. Nem tudatosan, hanem Isten vezetőjének így oda kerültek, és megtért a börtönőr családostól. Másnap mentek is el a városból, de Isten ott elültette magot. Ahova akarta, oda. Igen, és ez annak ellenére szerintem is, tehát ugye azt mondta a Gábor, hogy az Istennek az volt az akarata, hogy a börtönőr a háza népével együtt megtérjen, és ott legyen Filippiben egy ébredés, egy gyülekezet a Lídia házánál. Létre is jött. De valóban, tehát az, hogy az első actionre esetleg egy visszavágás érkezik, vagy kudarc érkezik, vagy börtön, vagy valami vereségnek tűnő helyzet áll elő, az nem szabad, hogy bennünket kizökkentsen az identitásunkból. Mert a Pálék azért úszták meg ezt a helyzetet, sőt nem megúszták, hanem győztesen kerültek ki, mert amikor a kritikus helyzet volt, ők el tudtak jutni, vagy így, vagy úgy, arra a döntésre, hogy a hitük alapján cselekszenek, és az Isten beteljesítette a tervét, mert valóban így tudott a börtönőr és a házanépe megtérni, mert hát őt nem mentek ki az imádkozásnak a helyére a folyóhoz, ahol a Lídia volt. És ha az Isten őket akart elérni, akkor hát a Pált be kellett oda vinni hozzájuk. És hogy ezt lehet, hogy egy ilyen kemény kötésű börtönőr lehetett, ezt egy ilyen helyzet tudja meggyőzni arról, hogy mégiscsak az Isten kicsoda meg micsoda, hogy ott egy ilyen földrengésszerű meglátogatása történjen. Tehát igen, mert az Istennek nagyobbak a tervei, nagyobbak a gondolatai, ez fantasztikus, és ez csodálatos. És a Pálnak a jellemé, nagyon tetszik nekem, hogy mennyire, hogy tényleg a Pál könyörülő és irgalmas, és az evangéliumnak a szolgája volt. És hogy ez nem volt ellentétes ő nála azzal, amit én, Isten bocsánat, még nagyon szeretek benne, hogy egy karakán csávó volt a Pál. Tehát nem lehetett ide-oda kenni őt, jobbra-balra. Tehát amikor arról volt szó, akkor beszólt a Bar Jézusnak, amikor arról volt szó, akkor kiűzte ezt a tisztátalan szellemet, amikor könyörülni kellett, akkor könyörült. Tehát, hogy nem volt beprogramozva egy ilyen pózba, és akkor ilyen vallásosan közlekedett ott a hajtott fejjel, hanem egy élő, karakán ember volt, és én nekem nagyon tetszik, hogy nem engedte, hogy így felmossák vele a filippi hatóságok a padlót, hanem azt mondta, hogy na jó, akkor most figyeljetek ide, most akkor. És én is úgy gondolom, hogy ezt elsősorban nem a maga hiúsága vagy a önérzete miatt, hanem azért, hogy ez a gyülekezet, amit ők ott létrehoztak Filippiben, és hozzátartozik, hogy a Pálnak a szolgálata az nem egyszerűen jelek és csodák kísérték, hanem a Pál szolgálatát azt kísérte, hogy amerre járt, közösségek, gyülekezetek jöttek létre. Ettől apostol az apostol, hogy plántál, hogy létrehoz dolgokat. És a Pált ez izgatta, hogy ez egy, amit mondott a Laci, hogy lássák ezek az emberek,
hogy nem a Filippi-beli hatóságok az Úr, hanem a Jézus Krisztus Úr fölöttük. És ezt akarta ő ilyen módon is demonstrálni. Hogy nem azért börtönözték le. Igen. Hát ugye ez az én nekem nagyon kedvenc igém az egyházi törvénnyel kapcsolatosan, hogy amit mond az írás, hogy ti pedig az Úr papjainak hivattattok, tehát amikor mindennek elmondják őket. A mi Istenünk szolgáinak neveztettek, népek gazdagságát eszitek, azok dicsőségével dicsekeztek, a gyalázatotokért kettős jutalmat kaptok, két részt örököltök, örökös örömötök lesz, míg a magotok is ismert lesz a népek előtt, és a magzataitok a nemzetségek előtt, és akik meglátják őket, megismerik, hogy ti Istentől megáldott szent magok vagytok. Tehát ez egy óriási dolog, hogy amit a Jakab is mond, meg a Péter levél is, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különböző szenvedéseken, gyalázásokon mentek át, mert az Úr ér, nem a saját hülyeségetekért. Mert megnyugszik ti rajtatok a dicsőségnek a szelleme, és örüljetek és örvendezzetek, amikor minden gonosz hazugságot mondanak ti ellenetek. Mert ez velejárója minden valóságos ébredésnek, hogy az ördög energizál embereket arra, hogy gyalázatot és valamilyen módon megakassza azt, amit az Isten eltervezett. De, és nagyon jó, amit a Gábor mondott, nem lehet megakasztani. Az Isten, ha így, akkor úgy, akkor beviszi a pált a börtönbe, azért a börtönőrért. Fantasztikus. Az Isten mennyire tudja öröktől fogva az ő dolgait.